Üdvözlöm, kedves barátaim! A múltkori kérdések és válaszokhoz témához további kérdéset kaptam a Zsuzsánától, ahol egy kicsit kéri, hogy fejtsünk ki ezt a szellem fogalmazást, mert valahol úgy értelmeznek, hogy ez a lélek ez a szellem fel van cserélődve, hogy ez most miért így van, több helyen máshogyan értelmeznek. Közben mögöttem lehet látni Krisna völgyet. Ez az a iskola, ez az a második új épület Krisna völgye iskolának, ugye akkreditív. Mögöttem ott most a régi épülete. Egy kis dombon vagyunk most. Most hát igazából itt nem is az a lényeg, hogy pont melyik szó mit jelent, mert valahol kenyeret így mondják, valahol kenyeret úgy mondják. Például a cseh nyelven, amit mondanak, hogy elfelejtettem, az orosz nyelvben az azt jelenti, hogy megjegyeztem. Szóval ezek nem problémák, hogy fel vannak cserélődve terminológiák. De lényeg, hogy mi az, ami valóság. Ugye, hogyha másképpen nevezünk ugyanazt a valóságot, az nem probléma. Én képeselek mindig a védákat. Én a ősi 5000 éves írásokat tanulmányozok, és az nem változik. És hogyha ez különbözik a terminológiában valamelyik más irányzaton, nem baj, de hogyha ugyanarról beszélünk, az se baj. Lényeg még egyszer, hogy a védek nem... Az elme, az a manasa, az intelligencia, az a buddhi, a hamis ego, úgy hívják, hogy ahankara. Ez a három, ez összetevő a testnek, a lelki, vagy bocsánat, finom testnek. Finom test, úgy hívják, a citta. Ez, ami sok helyen mondják szellemi test. Amikor mondják valaki szellem, itt van közöttünk szellemek, azok a lelkek, de a lelkek még egy plusz testben vannak, finom testben, ami finomabb, mint ez durva test, ugye? A szellemi test, ez köztes, ez finomabb, mint durva test, de durvább, mint lelki test, mert léleknek van lelki testje is, ő is rendelkezik formában. Ezért ennek a testnek, ugye, ez a forma, ez utánozza a finom testemet, a finom test utánozza a lelki testemet. Ez a mi szellem, lehet mondani. Szanszkritul a finom testet úgy neveznek, hogy citta. És benne rejlődik az ember tudatja. A lélek rávetett és olyan tudatot a finom fizikai testre, ott nyilvánul meg. És utána az a szellem, az a finom fizikai test, citta, amikor benne megy egy ilyen nagy testbe, vagy a durva fizikai testbe, akkor ez kiterjeszte, mint a nap, a fényt mindenhol, most ugye a nap ott van most, egy helyen, de világos, nem csak itt van, hanem Budapesten is világos van, Ausztriában, Romániában, sok helyen világos van, mert annak ellenére, hogy a nap egy helyen van, de a fényével ő áthatja az univerzumnak nagy-nagy-nagy részét. Ugyanúgy a fizika vagy a lélek finom fizikai testtel, ahol tudat van rávetve, a lélek ráveti a tudatot finom fizikai testre, amikor testben van, a durva testben ebben, az áthatja, beragyogja az egész fizikai testet, durva fizikai testet. És élmények, ahogy múltkor is beszéltem, amit kapunk, az nem az agyban van, hanem ez az elmében van, nem fizikai testben. És gyakorlatilag, hogyha egy szigorúan mondjuk, most jelen pillanatban nem a lélekben van annyira az élmény. A lélek egy kicsit, amikor én feltételekhez kötött, amikor van karmám, és születtem ebbe a testbe, nem, én döntöttem, akkor a lélek úgy, hogy ilyen alulállapotban van most. Most aktív inkább az elme, a finom fizikai test, és ott kapjunk jó és a rossz élményeket.
nehéz téma, nem baj, hogy valaki most ezt nem érti. Nincsen elvárva, hogy ezt értsünk, mert erre kell lelki fejlődés, valamilyen szinten előzetes lelki szint, hogy ezt a témát értsen. Szóval nem kell annyira feszíteni ezt a témát. Azt a fontos feszíteni ezt a témát inkább, hogy igen, jó, én szeretnék megérteni, hogy én lélek vagyok. Amikor én megértem, hogy én lélek vagyok, akkor megértem a szellemi testeket, mi a csitta, mi az elme, manasza, buddhi, ez minden helyre fog állni. De ahhoz, hogy én megértsek, hogy én lélek vagyok, akkor meg kell tanulnom hivatalos és hiteles források keresztül, hogy úgy kell cselekedni, mint lélek cselekszik. Szóval ahhoz, hogyha megértsél, hogy lélek vagy, akkor cselekedj, mint egy lélek. Na, ezt kell tanulni, és ezt kell próbálni elsajátítani, akkor mindent megértjük. De nem kell most feszíteni, hogy most minden akarok érteni. Ugyanúgy, mint első osztályú, nem érti rögtön 10. osztályt, vagy 4. osztályú, 8., vagy 9., 10-eket. Jó? Szóval így a lényeg, hogy vannak ezek az összetevők, ezek a dolgok, de pont most, hogyha máshogyan neveznek, egyáltalán nem probléma. Köszönöm szépen, írjátok további kérdéseket, és majd válaszolunk. Hare Krishna!